Az úr útjai kifürkészhetetlenek. Talán Kürtösi Krisztiánnak is eszébe jutott ez az oly sokszor hallott gondolat, amikor közel 7 évvel ezelőtt Bátaszékre vezényelte őt Udvardi György, az akkori pécsi megyés püspök. 2016. augusztus 1-ével helyezett ide dr. Udvardi György püspök úr a Döbrökközi plébániáról, azzal a szándékkal, hogy a bátaszéki plébánián legyek plébános, amellett pedig a bátai szentvérkegyhelyen indítsuk meg a liturgikus és életet és az arándoklatokat. Minden kezdet nehéz, szokták mondani. És bár ebben az esetben ugyan valódi nehézségekről nem is beszélhetünk, mindenképpen említésre érdemes, hogy Kürtösi Krisztián jelentősen kibővített feladatkörnek vágott neki akkor, amikor bátaszéken kezdett el szolgálni. A különböző egyházi átalakítások miatt ugyanis több település katolikus híveiért is ő kezdett el felelni. Igyekeztem nyilván részt venni azokban az eseményekben, amelyek a városhoz is kapcsolódtak, nem csak egyházi eseményeken. Nyilván egy más időszak kezdődött el, mert a bátaszéki plébániához hozzákapcsoltak még több települést. Nem csak Bátaszéken, nem csak Pörbölyön és Bátán voltam plébános, mint az elődöm János atya, hanem akkor csatolták hozzánk Mórhágyot, Alsónánát, Mőcsényt, Bátaapátit, Palatincát, és később pedig Várdombot is. Egészen más sajátos arculatot adott a plébánia, attól kezdve, hogy több község tartozott ide, 12 templommal. A megnövekedett feladatok magabiztos ellátásához elengedhetetlen volt a bátaszéki hívek támogatása. Egyedül nem bírtam volna, legelőször is a Jóisten segítségével tudtam végbevinni. Jó munkatársaim voltak, akikkel együtt tudtam dolgozni, akár a sekrestéseimmel, az irodistáimmal, de különösen gondolok a liturgikus eseményeknél azoknak a diakónusoknak a segítségére, akik itt a plébánián szolgálnak, akár a sümegi tanárúrra gondolok, vagy a Puskás Lajosra, vagy az Árpád bácsira, aki ezelőtt még kántori szolgálatot is végzett itt. A kezdeti beilleszkedés mondhatni könnyen ment. Ebben pedig úgy szerep jutott a bátaszéki katolikus közösség befogadó magatartásának. Amikor ide érkeztem, nagy szeretettel fogadtak a plébánia hívei. Furcsa volt számukra, hogy egy fiatal pap érkezik ide, egy hosszú plébánusi időszak után, hiszen János atya 50 évig volt itt plébános, és egy egészen más hang, egy egészen más stílus fog érkezni, amely bizonyára magával hoz olyan változásokat is, amelyekre nem is számítottak, vagy hát gondolták is, hogyha lesznek változások, azok majd befolyásolják a plébánia életét. Az itt töltött évek alatt nagyon sok értékes emberrel megismerkedhettem, hívővel és nem hívővel is. Mert azért ezt is hozzá kell tenni, hogy nem csak a templomba járó hívekkel volt kapcsolatom, hanem azokkal is, akik esetleg más felekezethez tartoztak, vagy egyáltalán nem tartoztak egyik felekezethez sem, mint gondolok a reformátusra vagy a katolikusra. Úgy gondolom, hogy jó kapcsolatot igyekeztem kialakítani, próbáltam közvetlen lenni, próbáltam ember lenni az emberek között. Kürtösi Krisztián számára a bátaszéki szolgálat most véget ért. A pécsi megyéspüspökkel való egyeztetésben hamarosan Pakson folytatja az útját. Bátaszékre pedig Pécsről érkezik az új plébános. Telefonon már többször is beszéltünk, és az elkövetkező napokban fog megtörténni, amikor ő eljön látogatóba a plébánia területére, amikor végigviszem őt a falvakon, megmutatom neki azokat a plébániához tartozó templomokat, közösségi házakat, és nyilván bemutatok olyan személyeket is, akikkel neki majd kapcsolatot kell teremtenie. Kürtösi Krisztián azt mondja, az új plébános munkájában semmilyen módon nem fog a jövőben beleszólni. Bátaszékre viszont mindig szeretetteljes szívvel tér majd vissza.